Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.splcstudio.hu. Még több mérnök érkezik Paksra. A Rosatom vezérigazgatójával találkozott Süli János. Összedőlt házak. Egyre nagyobb terhet okoznak a falunak az elhanyagolt magánházak bátán. Társasházak napja. Az ingatlan tulajdonosokat segíti a katasztrófavédelem. Nagyon drágult a dió. A termés csökkenésével magyarázzák a csillagászati árakat a kereskedők. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A világ legmodernebb és legbiztonságosabb atomerőművi blokkjai épülhetnek hamarosan Pakson, mondta Süli János miniszter, miután találkozott Alekszej Lihacsovval, a fővállalkozó orosz Rosatom vezérigazgatójával. 400 engedélyt már beszereztek, a létesítési engedélyt júniusban adhatják be a hatóságnak. Néhány nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor budapesti találkozója után Pakson egyeztetett Süli János miniszter és Alekszej Lihacsov, az orosz Rosatom vezérigazgatója. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az orosz fél határidő előtt átadta a műszaki terveket a megrendelőnek, ez pedig lehetőséget biztosít számukra, hogy elkezdjék az engedélyezési anyag összeállítását. A következő feladat márciusban átadni a megrendelőinknek a teljes engedélyezési dokumentációt. Ennek sikere érdekében tovább erősítik a Rosatom tervezői gárdáját, több tíz ember érkezik már a jövő héten Paksra. Süli János miniszter elmondta, az orosz fővállalkozó által átadott anyagokat a Paks 2 projekt szakemberei ellenőrzik, ezt követően kerülnek a tervek a hatósághoz, a teljes létesítési engedély várhatóan 2020. júniusában. A miniszter hangsúlyozta, a Paks 2 projekt egy nemzetközi nagy beruházás. Ezt az is alátámasztja, hogy az irányítás technikai tender győztese a francia-német Framatom Siemens konzorcium, a turbinákat pedig az amerikai-francia General Electric Alstom gyártja. Ez egy harmadik generációs plusz védelmi rendszerekkel kiegészített Fukushima álló blokk lesz. Olyan blokk, ami a környezet, a telephelyen kívüli hatása semmilyen üzemzavaró esetben se fordulhat elő. Ezt nekünk bizonyítani kell majd a beadványba. A miniszter újságírói kérdésre leszögezte, Magyarország az új atomerőművi blokkok nélkül nem tudná teljesíteni klímavédelmi célkitűzéseit. Paks 2 évente 17 millió tonna széndioxid kibocsátást tesz elkerülhetővé, ami több, mint a teljes magyar közlekedési szektor kibocsátása. 175 km/órával ment egy sofőr ott, ahol csak 90-nel lehetne. A rendőrök a 631-es úton Szedres közelében trafipaxoztak, és alig két óra alatt több extrémnek számító gyorshajtó is fennakadt a hálójukon. Volt olyan autós, aki 130, 140 vagy 142 km/órás sebességgel haladt ezen a szakaszon. Pedig a 631-es úton Szedres közelében az elmúlt években 4 halálos kimenetelű baleset is történt, amik során 9-en vesztették életüket. Legutóbb egy hónappal ezelőtt az érintett útszakaszon 3-an haltak meg, mikor egy autó és egy mezőgazdasági munkagép ütközött. Egyre nehezebb helyzetbe hozza a bátai önkormányzatot, hogy a településen sokkal rossz állapotú, elhanyagolt ház, amikkel, ha valami történik, a tulajdonosaik azonnal a település polgármesterétől próbálnak segítséget kérni. Pedig a magánkézben lévő épületek rendbentartása és helyreállításuk sem önkormányzati feladat. A teljes szekrény látszik az utcáról, pedig a bútor a szobában van, csak hogy a házfala néhány napja kidőlt. Az épületben többen is tartózkodtak, köztük gyerekek is. Azóta szalaggal kerítették el az ingatlant, az itt lakókat pedig ideiglenesen az önkormányzat egyik házában szállásolták el. Bátán nem ez az egyetlen épület, ami mostanában dőlt össze. Néhány utcával arrébb egy másik háznak a fala omlott össze már hetekkel ezelőtt, veszélyeztetve a szomszédos telken álló ingatlant. Az önkormányzat akkor hiába szólította fel a Németországban élő tulajdonost, hogy csináljon valamit a házzal. Ő erre hetekig nem volt hajlandó. Az épület az esőzés miatt néhány napja tovább omlott, életveszélyt okozva a szomszédos házban lakó családnak. Végül, bár nem önkormányzati feladat, mégis úgy tűnik a falura marad a probléma kezelése. Sajnálatos dolog az, hogyha ilyenek történnek,
akkor a polgármesterhez fordul a katasztrófa védelemtől a tűzoltóságig mindenki, hogy adjon anyagot, amivel aláducolunk, és az én embereim, a közmunkás, valamint a beosztottjaim álljanak oda, és ducolják alá a házat, és oldják meg a dolgokat. Ráadásul az önkormányzat munkatársainak dolgát még az is nehezíti, hogy egyszerűen nem léphetnek be az összedőlt ház udvarára, hogy bármilyen munkát is végezzenek ott, mivel az magánterület. Ahhoz, hogy a tulajdonos engedélye nélkül bemehessenek, valakinek írásba kell foglalnia, hogy az ingatlan életveszélyes. Egy ilyen papírt beszerezni viszont szinte lehetetlen, mondja a település jegyzője. Belekerültünk mi is itt egy olyan jogi mókuskerékbe, amelyből szinte alig volt kiút, hiszen nagyon nehéz volt megállapítani azt, hogy ma Magyarországon melyik hatóságnak van arra hatásköre, hogy életveszélyessé nyilvánítson egy ingatlant. Hiszen kiderült, hogy a katasztrófavédelemnek nincs. A következő kérdésünk az építéshatósághoz érkezett, ő nekik sincsen. Végül a járási hivatal építésfelügyeleti osztályán adták ki azt az igazolást, amiben leírták, hogy életveszélyes az addigra már szinte teljesen összedőlt épület. Az önkormányzatnál pedig csak remélni merik, hogy a jövőben egy ház sem dől össze, amit aztán majd nekik közpénzből kell helyreállítaniuk. Több mint 250 ezer álláshely áll betöltetlenül Magyarországon, derül ki egy nemzetközi könyvvizsgáló céghálózat elemzéséből. A legnagyobb gond az iparban, ezen belül is a feldolgozóiparban, az egészségügy és a szociális ellátás, valamint a kereskedelem és a vendéglátás területén érzékelhető. Az iparban villamos, gépész és vegyészmérnököket keresnek leginkább. Az elemzés szerint ezen a területen várhatóan a következő években tovább romlik a helyzet, ugyanis a nemzetközi cégek nagy fejlesztőközpontjai, amelyek Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és a Távol-Keleten is megtalálhatóak, elszívják a magyar munkaerőpiacról a tehetséges szakembereket. A munkaerőhiány mértéke a következő néhány évben tovább nőhet, ám ennek üteme több intézkedés hatékony kombinálásával mérsékelhető. Példaként a bérek folyamatos emelését, illetve külföldi munkaerő alkalmazását említették. Lehet-e bútort, kerékpárt, virágot tárolni a lépcsőházban és a folyosón? Szerelhetünk-e rácsot a lakásunk előtt lévő közlekedő bejáratához? Többek között ilyen tűzvédelmi kérdésekkel lehet fordulni a katasztrófavédelem szakembereihez a november 5-e és 7-e között megrendezett nyílt napokon. Várják a társasházak közös képviselőit, a házak felújításáért felelős kivitelező cégeket és az ingatlan tulajdonosokat a szekszárdi, dombóvári és paksi kirendeltségeken ezeken a napokon 10 és 16 óra között. Az ajtót teljesen eltollaszolja az odarakott hűtőgép és bicikli az egyik szekszedi lakóházban. Ez tűzvédelmi szempontból nem megfelelő, hiszen ezek az eszközök akadályozzák a menekülést, és a tűzoltók vonulását is egy esetleges tűz esetén. Nem minden esetben tilos azonban tárolni kerékpárt, virágtartót, motort a folyosón. Ez függ az adott terület nagyságától és attól, hogy az menekülési útvonalnak, vagy csupán közlekedési területnek számít egy társasházi kiürítés szempontjából. Többek között ilyen kérdéseket lehet tisztázni a katasztrófa védelem kirendeltségein november 5-e és 7-e között. Zárult, igen, abban vannak éghető anyagok. Az egyik szekszárdi lakóház közös képviselője kifejezetten a nyílt napra érkezett, ahol több fontos kérdést tisztáztak a szakemberek. Így például azt, hogy az arra alkalmas helységekben lehet tárolni bútorokat, kisebb mennyiségben újságpapírt is. Fűtőolaj vagy gázolajnak a tárolása, hogy maximum 20 literes tartályban egy 11,5 kilós gázpalackot lehet ott tárolni. Ezek az OTS-ben benne vannak egyébként, de ezt is a társaság szabályzatában szükséges rögzíteni, hogy abban a tárolóban, abban a háztartási mennyiségnek megfelelő éghető anyag tárolható. Tolna megyében három városban összesen 27 középmagas lakóépület áll, a legtöbb mintegy 22 szekszárdon van. A hatóság ezeket három évente ellenőrzi tűzvédelmi szempontból. Úgy tapasztalják, hogy a lakók általában betartják a szabályokat, ugyanakkor az épületek megközelítésével, tűzoltási felvonulási terület kialakításával sok helyen volt gond, mondja Kiefelberg Gábor, szekszárdi kirendeltségvezető. Hogy oda parkolnak az emberek, ahova nem lehet, tehát a magas és középmagas épületeknél vannak kijelölve tűzoltási felvonási területek, ahova nekünk a tűzoltóautóval és magasból mentővel kérne odaállni, hogy onnan a mentést, a tűzoltást gyorsan és szakszerűen el tudjuk végezni, de nyilván, hogyha ott áll egy parkolóautó, akkor mi ezt nem tudjuk megtenni. A hatóság 45 lépcsőházat ellenőrzött és 42 szabálytalanságot tárt fel 2016-ban.
Egy esetben 60 ezer forintos tűzvédelmi bírságot is kiszabtak egy paksi lakóval szemben. Meghaladja 9 tonnát a kukorica hektáronkénti termés átlag a Tolna megyében, a vetésterület 90%-án elvégzett betakarítás után, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatósága. A több mint 70 ezer hektáros vetésterületből 63.600 hektáron takarították be a takarmánynövényt, kevéssel 9 tonna feletti átlaggal. A termés minősége jó, gombafertőzés elvétve fordult elő. A Tolna megyei eredmények elsősorban annak köszönhetőek, hogy kedvezőbb volt a csapadék térségi eloszlása, így kevésbé sújtotta az aszály a megye kukorica tábláit. Kevesebb egészséges dió termett idén a Dunántúlon, mint tavaly, ami miatt 10-15%-kal került többe ez az olajos mag. A szekszárdi piacon van, aki 3000, más 5000 forintért árulja a diót kilogrammonként. A termelők azt mondják, kénytelenek voltak emelni az árakon, ez azonban a diófogyasztás további csökkenését is eredményezheti. 5000 forint egy kiló dió ennél a zöldségesnél a szekszárdi piacon. Itt volt a legdrágább ez a csemege, más árusok 3000 forintért vagy 3500-3800 forintért árulták, az olajos magvat kilogrammonként. Az árusok azt mondják, kénytelenek drágában árulni a diót, idén ugyanis jóval kevesebb termett ebben a térségben, mint tavaly. Ennek oka, hogy a dióburok fúró légy jelentősen károsította a termést. A Dunántúlon számos olyan ültetvény van, ahol szinte a teljes termést tönkretette a rovar. Az egyik árusnál 20-25%-kal kevesebb dió termett a kártevő miatt a tavalyi mennyiséghez képest, pedig permetezett. 3400 forintról 3800 forintra emelte a dió kilogrammonkénti árát. Ez a furó légy, mert mi permeteztük is az én fáimat többek között permeteztük is, de sajnos hát egy diófát permetezni nincs helikopterem, hiába mondja azt a szakma, hogy lejjebb permetezni, és akkor majd a vérkeringés a fának följebb viszi és megöli ezt a furó légyet. Hát ez nem egészen jön össze, nagyon sok a fekete. A vásárlók többsége azt mondta, ha ennél is drágább lesz a dió, kevesebbet vesznek majd. Úgyhogy ez miatt nem fogok venni. Én 2 kilót vettem. Mennyiért? 3000 forintért kilóját. Tapasztalat? Nem termett dió. Ön is úgy azt mondja? Hát nem. Nekem is van 6 szép diófám, de mind feketén potyogott le, hogy mi történt vele, fogalmam nincs. Tavaly 1 kiló dió minőségtől függően 2500-4000 forintba került. A dióbél az előző évek átlagánál 10-15%-kal többe kerül jelenleg, de egyesek szerint ennél magasabb árakkal is találkozhatunk a jövőben. 5. alkalommal nyerték meg a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi gyakorló általános iskolájának diákjai a város legtekerősebb osztályának járó vándorkupát az autómentes napon nyújtott teljesítményükkel. Szekszárdon már évek óta hagyomány, hogy a helyi önkormányzat versenyre hívja az általános iskolás osztályokat, hogy így népszerűsítsék a sportolást a gyerekek körében. Az osztályok közül minden évben az nyer, ahol a legtöbben ülnek biciklire az autómentes nap során. Kerékpároztatnak a gyerekek barátaikkal, de szülők, kísérők, tanárok is. Ebben az évben a 2A osztály nyert el itt a gyakorló iskolában. Összesen 26 gyerek biciklizett és 24 kísérő, tehát 50-en csak ebből az alkalomból pattantok nyerekbe és segítették az iskolát. Regionális híreink következnek. Lőszereket hozott engedély nélkül. A NAV munkatársai lekapcsolták a horvát csempészt. Iskolák, cégek és civil szervezetek is segítenek, több mint 2000 fát ültetnek Pécsen. Támad a fúró légy, komoly terméskiesés a diósokban. Érdekképviselet, együttműködés, pályaválasztás. Ezek azok a feladatok röviden, amik meghatározzák az építőipari klaszter működését Pécsen. A szervezet tavaly alakult 15 céggel. Egyelőre a Baranyai megyeszékhely és környéke a működési területük, később az egész Dél-Dunántúlra kiterjedő klasztert szeretnének létrehozni. 15 építőipari cég 3-as céllal hozta létre a szervezetet. A megrendelések elosztása, a beszerzések központosítása és a szakképzés erősítése.
Ezek határozzák meg működésüket. Az építőiparban a szakember hiány miatt megjelentek a kóklerek, akik nem megfelelő szaktudással vállalják a kivitelezést. Molnár Gábor szerint ezért a megrendelőnek mindig körültekintően kell kiválasztania a megfelelő építőipari céget. A megrendelőknek is szerintem szükség van egy fejlődési útnak a bejárására, mert nem biztos, hogy ők akkor járnak a legjobban, hogyha a legolcsóbb árajánlatot nézik, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy elsősorban nézzék meg azt, hogy milyen céggel szeretnének építkezni. Ellenőrizzék le a céget, hol tudják utolérni, milyen régi a cég, tartozik-e valakinek, és ezek a döntő dolgok. Az építkezés ugyanannyiba fog kerülni. A 100 forint akárki csinálja, mindig 100 forint. A tégla ugyanannyiba kerül, a munka minőségén van a probléma, meg a kihagyott anyagokban van a különbség. Én azt gondolom, hogy ez a megrendelő felelősség. A beruházóknak például ki kell zárniuk a frissen alakult projekt cégeket, ha a minőségi munkát szeretnének, vagy azokkal is lehet probléma, akik tartoznak a beszállítóiknak, mondja a szakember. Zselici mézet, mangalica kolbászt és fekete szedres dzsemet is kínáltak a termelők a Kardosfán megrendezett gasztrotalin. A program célja, hogy partneri együttműködések születhessenek a helyi kistermelők és a vendéglátás szereplői között, valamint hogy az éttermek több helyi alapanyagot használjanak fel. Paplíviájéknál másfél hektáron terem a fekete szeder, dzsemet, szörpöt és gyümölcslevet készítenek belőle. Ezek nem csak finomak, hanem egészségesek is, mesélte a termelő. A fekete szeder azért különlegesen egészséges növény, mert nagyon magas az antioxidáns tartalma, rákos betegek viszik tőle nagyon nagy százalékban, illetve nagyon magas a vas tartalma, a hölgyeknél a vérképet nagyon sok esetben helyre teszi, illetve ez egész évben az immunrendszerünket segíti megőrizni, vagy megerősíteni. Nem csak gombát és lekvárt lehetett kóstolni a Kardosfán rendezett gasztrotalin, hiszen a termelők húsokat, zöldségkészítményeket, gyümölcsleveket és mézeket is kínáltak az érdeklődőknek. Négy termékpalettánk van, szörpök, zöldségkrémek, musban eltett termékek és a savanyúságok. Amit ki tudnék emelni, az például a sütőtök mustban, illetve cékla mustban. Mindegyiket fogyaszthatjuk sültusok mellé is, és befőttként is. A gasztrotalit immár negyedik alkalommal szervezte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei szervezete a Pannon Gasztronómiai Akadémia támogatásával és a Somogyi Helyi Termékegyesület közreműködésével. Azzal a céllal, hogy partneri együttműködések születhessenek a helyi termelők és a vendéglátás szereplői között, elősegítve, hogy az éttermek több helyi alapanyagot használjanak fel. Ahhoz, hogy valaki beszállítóvá váljon egy jó nevű étteremben vagy egy szálláshelyen, ahhoz különleges minőséget kell előállítania. Somogyban jelenleg mintegy 100-120 kistermelő van jelen a helyi vendéglátásban, egyedi helyi alapanyagokból készülő termékeivel. A kardosfai gasztrotalin közel 40 termelő kínálta portékáit. Lőszereket akart behozni az országba az a horvát férfi, aki udvarnál jelentkezett határellenőrzésre. A NAV munkatársainak gyanús lett az osztrák rendszámmal ellátott autó, ezért az átkutatása mellett döntöttek. Így találták meg a 60 darab lőszert a csomagtartóban. A csomagtartóban találtak 60 darab lőszert, amelyhez kapcsolatban engedéllyel nem rendelkezett a sofőr, ezért átadták a lőszereket is, és a sofőrt is a rendőrségnek. A sofőr elmondása szerint barátjának szívességből vásárolta a lőszereket. Több mint 2000 fát ültetnek el Pécs 4 városrészében. Az Életfája program keretében oktatási intézmények, nagyobb cégek, valamint civil és sportegyesületek helyezik el a növényeket. Az Ökováros Ökorégió Alapítvány és a Biocom szervezésében zajló program célja, hogy minél szélesebb társadalmi réteget bevonjanak a közösségi faültetésbe. A pécsi Éltes Mátyás iskola tanulói ültettek fát a Gosztonyi és a Pollak Mihály utcai lakótömbök között. A gyerekek egy idén már 9 éve tartó együttműködés keretében segítettek zöldebbé tenni környezetüket. Az Ökováros Ökorégió Alapítvány és a Biocom által szervezett Életfája programban több héten keresztül összesen több mint 2000 facsemetét helyeznek el Pécs 4 város részében. Az emberek fontosnak tartsák, és már a legkisebbeket óviskortól be tudjuk vonni. Erre lett kitalálva ez az Életfája program,
hogy társadalmasítva legyen, minél inkább be legyenek vonva akár intézmények, akár magánszemélyek, akár különböző cégek. Így az iskolák mellett nagyobb pécsi és Pécshez kötődő cégek, valamint civil szervezetek is jelentkeztek, például kulturális és sportintézmények, az iparkamara vagy a 10 millió fal közösség önkéntesei. Az akcióban érintett városrészek közül Kertvárosban ültetik el a legtöbb, csak nem 1200 fát. De városszerte, tehát ilyen még nem volt, amikor ilyen nagy városrész, szinte az egész város be van kapcsolva a faültetési programba, és rengetegen jelentkeztek, voltak célzott megkereséseink oktatási intézményeknél, általános és középiskoláknál, hogy ugye a terület közelesse hozzájuk. Az akció még november 16-áig tart. Ez idő alatt nem csak új fákat ültetnek, hanem a tönkrement és kivágott növények pótlására is sor kerül. A cél, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a fák fontosságára. Tönkreteszi a dió héját és a dióbelet is egy kártevő rovar. A dióburokfúró légy egy évtizede még alig volt ismert. Azóta már egyre nagyobb károkat okoz a Dunántúlon. Idén nem csak a nagyobb ültetvényeken, hanem a kisebb diósokban is kevesebb lett a termés, mint tavaly. A permetezés segíthet. Szeptemberben kezdődött a dió szürete a lengyeltóti ültetvényen. Itt tavaly 100 tonna termett, idén ennek dupláját remélték. Megy a méretre, osztályozó a hengerbe, és az asszonyok pedig kiválogatják az oda nem illő egyedeket. Exportra csak a szép, fehér, hibamentes, héjas dió mehet. Ahol tudtak védekezni, ott nem okozott nagy kárt a dióburok fúró légy. A Közép-Amerikából származó kártevőt 2011-ben találták meg Magyarországon, azóta a Dunántúlon egyre nagyobb gondot okoz. Kirepülő áttalált bából, kirepülő légy, de fúró légy a dió zöld burkába rakja tojásait, és ebből a tojásból kell neki a kis nyűvek. Egy-egy burokban lehet 15-20 nyűk is, ez tönkreteszi tulajdonképpen a burkot, és ilyen nyálkás lesz, tehát gyakorlatilag használhatatlanná válik a dió. Nem csak a dió héját teszi tönkre a kártevő, hanem a dió belet is. A fúrólégy ellen több védekezési mód is van, mondta a növényvédelmi szakember. Nagy gazdaságokban, hogy nagyüzemi gépekkel egy integrált védekezési módot alkalmaznak, ők könnyebb helyzetben vannak. Tulajdonképpen a fő probléma a 8 méternél magasabb diófák, tehát a szórvány, egyedülálló diófák, szőlőhegyen, kertekben, szérűs kerteken, egyéb területeken. Az is célra vezető, ha fóliával borítják a diófa törzsének környékét, így a lehulló, károsított dióból a kártevő lárvája már nem tud a földbe jutni és áttelelni. A dióburok fúró légy nagy mértékben károsította az ültetvényeket idén, így sok helyen jóval kevesebb termés lett, mint tavaly. Ez pedig a dió jelentős drágulását eredményezi a piacokon és az üzletekben. Tavalyhoz képest 10, de akár 20%-os áremelkedésre is lehet számítani. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Még több mérnök érkezik Paksra. A Rosatom vezérigazgatójával találkozott Süli János. Összedőlt házak. Egyre nagyobb terhet okoznak a falunak az elhanyagolt magánházak bátán. Társasházak napja. Az ingatlan tulajdonosokat segíti a katasztrófavédelem. Nagyon drágult a dió. A termés csökkenésével magyarázzák a csillagászati árakat a kereskedők. Csütörtökön kezdetben erősen felhős, illetve borult lesz az ég, és bárhol előfordulhat kisebb eső. Azonban már a délelőtt folyamán csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen süt ki a nap. Délután napos, de hűvös időre számíthatunk. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!